Jó reggelt mindenkinek, egy különleges lecsén veszünk részt. A téma, amikor a viselkedés második természetté válik, kérdéseket feltettem a lecke során a weboldalon keresztül. Tehát a lecke a téma, amikor a viselkedés második természetté válik. Rav. Általában mi azt gondoljuk, hogy a viselkedés segít nekünk megragadni az örömet okozó dolgokat, például ebben a világban. Egy csomó emberre, ha jól, megfelelő módon viselkedünk, akkor kevesebbet szenvedünk az emberi kapcsolatokat. Mi azt látjuk, hogy az emberek, akik elvesztik a lábukat, meg a kezüket esetleg, az életük hirtelen, ami jó volt az életükben, az eltűnik, és később pedig megszokják ezt a megváltozott életüket, megpróbálják fenntartani azt. Tehát általában azok a viselkedési formák, amiket úgy írunk le, hogy amelyek kompenzációra szorulnak, és a legtöbb viselkedési formánk a veszteség kompenzációjára szolgáló viselkedés, illetve nyilvánvalóan a szenvedés elkerülésére irányuló viselkedés formák kellenek meg, és így jelenik még mindez. A Kabbala bölcsessége azt mondja, hogy a viselkedés változás nem a jó dolgok kérdés érdekében szükséges, hanem elkerülhetetlen, mert Bálaszolom elmondja, hogy az általános valóságban nincs semmi, az összes világunkban sem, amit az ember ne a vele való irányultságában élne meg, tehát egyszerűen nekünk magunkat kell erre fordítani. Mit jelent az, hogy valami szokássá válik? Hol érezhetjük a szokást? Az azt jelenti, hogy a szokáson keresztül elérünk valamit, ahogy az, ahogy valóban megfelelő módon egy szokás alapján viselkedünk valamivel szemben, ez a viselkedés, vagy megszabni a dologgal szemben kialakított kapcsolatunkat. És ez az, ami fel fogja hívni a figyelmünket annak a jelentésre, mit jelent a szokás. Tehát ezért a szokásokon keresztül nem csak olyan dolgok érhetnek el bennünket, amiket elvesztettünk, hanem az is, amiket helyreállítottunk a kapcsolatunkban. És így a jó dolgok megszerzése alapján a szokás edénnyé válik, eszközzé, amelyel feltárhatjuk az életünket, új szintre emelkedhet, amit szeretnénk, és így válik szokás, ami történik, és én felfedezem azt, hogy ez egy igazi eszköz. Lehet, hogy fontosabb sincs, mint ez az eszköz, már a szokás, mert ez a szokás által kiterjesztem az én megszerzési edényemet egy bizonyos különleges irányba, az érzékelésemet kifejlesztem egy bizonyos irányba, kiterjesztem. Olyan fajta módon terjesztem ki, amit előtte nem használtam soha. Hirtelen ebben az új kiterjesztett érzékesen folytatom a dologgal való viszonyomat, és látnom kell, hogy ezen keresztül mi változik meg. Hát, ha megnézzük egy gyereket, egy kisgyereket, akkor az ő számára természetes ez a folyamat, mert így fedezi fel az életet. Az elején, mondja egy csak egy nagyon kis területen él meg az életét, a szoba sarkáig fog elbóklászni, ez fedezi fel kezdetekben. Később felfedezi a teljes szobát, aztán a lakást, aztán a kertet, és így tovább. Azt is láthatjuk, hogy ha elkezdjük figyelni, hogy körülöttem mi történik, akkor látjátok, hogy mi magunk is, meg a történések is egy új, másik irányba
lökik előre a kisgyereket, provokáljuk, hogy a gyerek egyre jobban érezze a világot. Tehát, hogy valóban, hogy valami természetes módon jelenjen meg az életébe. A természet által természetesen ez másképp történne, az oktatás is, tehát hogyha ledobnánk egy csecsemőt a dzsungel közepére, állatként nőne föl, tehát a szokás kialakulása, ami természetté válik, az a környezettől függ. Mert a környezet az embernek egy mintát ad, hogy mire kell figyelnie, mi a fontos, mit kell második természetévé emelni, az érzékeinek mit kell felajánlania, mert bennünk gyakorlatilag megtörténik a világok megjelenésekre a felkészülése, és minden a saját belső fejlődésétől függ, ami pedig azon múlik, hogy hogy vagyunk felkészítve a jelenségek érzékelésére, hogy mit érzékelünk a saját köreinkben, amit nem érzékeltünk előtte. Ezért a minőségek, amelyek szokássá válnak, azok nagyon fontosak a fejlődésünk szempontjából. Még nem értjük pontosan ezt, hogy minden hogyan működik a szokáson keresztül, hogyan irányoz bennünket a fejlődésre, ez egy dolog. Egy másik dolog, hogy a szokás egy bizonyos jelenség felé tolál bennünket, és ezt a jelenséget valóban úgy szerezzük meg, hogy érezzük az örömet, a melegséget. Ezek jó érzést adnak, és akkor a jó és jó cselekvő erő megjelenik, a gyűlölet szeretetté válik, és viszont a szeretet gyűlöleté, ez pedig mind ismétlődő cselekedetek által later on in discernments in the brain. És akkor, ahogy mi ezen a kölcsönös munkán dolgozunk, a szívtől, az agyig, az agytól a szívig, így építjük magunkat, és elkezdjük látni az értelmen keresztül, hogy mekkora figyelmet kell fordítanunk az érzékeléseinkre, hogy önmagunkat megfelelő módon tudjuk irányozni. Tehát, hogy az életünket ne azon keresztül emeljük fel, amit előzőleg csináltunk, hanem új állapotokat emeljünk fel. Tehát általában ez az, ahogy a jövőt kiépítjük a helyes módon. Azaz, a szokás az akkor kezdődik, amikor mi kontrolláljuk az életünket, mert ezek az új jövőbeli edényeinké válnak, amelyeket ma még csak kényszerítettem magunkhoz kapcsolunk. De később ezekben fogunk létezni, és itt új ember is válunk, új emberi lényé válunk ezeknek az edényeknek a használatával. Tehát nagyon sok dolog van itt. Tehát az életünkben nem figyelünk erre elég oda. Miért? Mert hirtelen az emberiség egyfajta szolgaságba zuhant, amely a médiának a rabsága, amely kívülről befolyásol bennünket, hatalmas problémákat okozva ezzel. Tehát olyan szokások alakultak ki, amelyek egy új irányultságot adtak nekünk, átszerveztek bennünket, egy az életünkben egy teljesen új célt állított föl, de nem enged bennünket, ez a leglényegesebb változás talán, hogy megértsük önmagunkat és önmagunkban, hogy mi az a különleges eszköz, amit szokásnak hívnak. Tehát ez nem csak egyszerűen szokás, hanem egy kalibráció, egy hangolás, amikor fejlesztjük a képességünket az arra, hogy elérjük, megszervezzük és megértsük az életünket,
tuning ourselves, hogy képesek legyünk önmagunkat, a saját figyelmünket egy bizonyos dologokra irányítani, és ez mind az új szokások alapján érkeznek el hozzánk. Tehát az én újonnan változó és növekvő új természetem, amely ebből a szokásból kezdődött. Tehát, hogyha én előre akarok haladni, akkor új természet jelenik meg a lelkemben, amely ezzel az új szokásokkal együtt fog kialakulni. Na, kezdjük az olvasást. Tehát az első idézet a Samátiból, 7-es Samáti. Mit jelent az, hogy a munkában a szokás második természet? Amikor az ember valamire kényszeríti magát, és a szokásával teszi, akkor az másik természeté válik az életében. És ezen keresztül kezd érzékelni az új valóságot. Tehát bár az embernek nincsen bizonyos dolgokra érzékenysége, eljutott az az állapothoz, hogy a szokás által új viszonyt alakít ki a dologgal, és ez pedig második természetévé válik az embernek. Kérdés, mondja. You have preference to the order group? Yeah, Moscow. Moszkva? Nincs kérdés. Nincs? Akkor még egyszer olvasd el. We'll read it again, then we'll hear questions. Na olvasd el, akkor által lesz kérdés. Tehát az ember valamit szokásává tesz, akkor a dolog, amivel ez kapcsolatos, második természeté válik az embernek. Ezért nincs semmi, amit az ember ne tudna másképp érezni a valóságában ezen keresztül. Ez azt jelenti, hogy bár az embernek nincsen egy bizonyos dologról egy bizonyos érzékelése, mégis elkezdheti érezni azáltal, hogy ezzel a dologgal való új viszony szokásává teszi. Azaz mondja Ralf, tehát nekünk van egy természetes adat, amivel megszületünk, adatkezelési képesség, amely a fizikai szüleinktől jön, vagy a spirituális szüleinktől, mi nem tudjuk azok kik, később majd azt felfedezzük, hogy ki az Abba, meg az Ima, és speaking about the wisdom of Kabbalah, then we come to a teacher. Eljutunk a Kabbalah bölcsességéhez, a tanárhoz. Bring us to have certain habits, amely egy bizonyos szokáshoz jut el, amin keresztül elkezdjük önmagunkat stabilizálni, átépíteni, egy bizonyos fajta érzéket alakult ki körülöttünk. Az egyik fejlettebb, a másik kevésbé fejlettebb, és így tovább. Azaz, ez az a mód, ahol új értékeket, új prioritásokat állítunk be az életünkbe, egyiket a másik felett, más sorrendbe. Tehát minden a fény, a reform a fény által van végrehajtva. És nekünk el kell jutnunk egy olyan állapotba, ahol mi ezzel az új helyes kalibrációval új dolgokat fedezünk föl, amit előtte soha nem használtunk. Tehát hirtelen elkezdünk érezni, mondja arra, az elején egy kicsit, csak egy kicsit, aztán jobban. Tehát ahogy most itt mi együtt tanulunk, különböző minőségeket emelünk föl ezáltal, új értékeket, és az elmúlt másfélben ez így is volt. Tehát így megkülönböztethetjük, hogy minden, ami történik, megvan a saját maga fontossága, és így bizonyos állapotokra és a köztük lévő kapcsolatra sokkal érzékenyebbé válik. Ez az, ahogy megkísérelhetünk. Megkísérjük önmagunkat a reform fény előtt elhelyezni, és valójában ez befolyásol bennünket, megszervez dolgokat, természetesen nem az értelmünknek megfelelően, hanem a természetünknek megfelelően. Ez az, amit mi el is akarunk érni. Azonban azáltal, hogy bizonyos jelenségek jelennek meg az új szokások alapján, ilyen módon hangoljuk át magunkat. 2. idézet, Rambam. A bölcsek mondják, hogy az embernek mindig a Tórával kell foglalkozkodnia, legalább Lorismában, mert Lorismából lehet eljutni a Lismába, ami az ő érdekében történt tanulás jelent. Amikor a tanulók, amikor a gyerekeket és a nőket tanítjuk, vagy a hétköznapi embereket, őket
a félelmen kívüli állapotban kell tanítani a jutalom útján. Tehát ilyen módon a titkokat fokozatosan kell feltárni a számukra, hogy gyengéden váljon szokásukra, amit tanítunk, hogy elérje őket, tehát feltárulja az ő számukra, és szeretettel szolgálja őket. Itt mi azt látjuk, hogy a szokások által tudjuk kicserélni, lecserélni az életünk forrásait. Tehát az, hogy ki kell dolgoznom, honnan kapok én kitöltést, honnan ér el engem a kapcsolat, miért dolgozom, hol teszek erőfeszítést. Ha én ezeket teszem, akkor újra szervezem magam egy olyan módon, hogy az, ami örömet ad, az valóban a fájdalom forrásává is válhat, vagy ami a fájdalom forrásává válik, volt eddig, az pedig az öröm forrásává válik. Tehát ezek a dolgok természetesen a reformáció fény által történnek, tehát nem azt jelenti, hogy csinálom ezt, vagy csinálom azt, és akkor ez így, hogy úgy nyelek meg. Én egy rendszer vagyok befoglaltatva, és ez a rendszer befolyásol bennünket, és ennek megfelelően, az erőfeszítésének megfelelően tehát akkor legalább Lolismában dolgozik, és úgy itt el a Lismához, ez azt jelenti, így kell készíteni magunkat, hogy ez természetessé váljon ez a dolog, és ezért, amikor a gyermekek, a nők és a hétköznapi embereket tanítjuk, akkor őket a másképp kell tanítani, más formában, másfajta félelem elérésével, hogy jutalomra törekedjenek, és így kell elérni azt, hogy, hogy amit tanulnak, azok a második szokásra várnak, még több bölcsessége legyen meg. Tehát így kell megérteni az új irányokat, az életnek az új forrásait, ami magasabban van, mint előtte, és ennek a titka pedig valóban így kell lennie elrejtve bizonyos dolgoknak. Az igazság az, hogy a kapnakarásunkon kívül az embernek meg kell szerezni azt a képességet, hogy képes legyen szabadon és folyamatosan önmagát építve a teremtőt keresni. Tehát, hogy függetlenül tudjon dolgozni. Tehát a teremtő teszi ezt, mert mi nem értjük pontosan a függetlenséget. Tehát mi önmagunkat építjük föl, mégpedig valami felett, és az is ki fog derülni. Hogy pontosan egy bizonyos természet van az, ami megadott a számunkra, és egy bizonyos módon kell fölé kerülnünk ennek, és a szokásokon keresztül kell a második természetet kiépíteni. Ez egyetlen módja annak, hogy függetlenekké váljunk. És még ha az egyelőre nem is létezik a számunkra, hiszen még nem vagyunk emberek ebben a világban, hanem ezt magunknak kell hatalmas erőfeszítésekkel elérni, és ez pedig egy új szokás alapján működő viselkedés kialakítással tudjuk elérni, tehát hogy így kell kialakítanunk a mások felé irányuló szeretetet, kilépni önmagunkból. Egy új termék. Hol van itt a szokás? Hol van itt mi alapján ragadjuk ezt, mert kitől kapom ezt? Mi történik itt a környezettől kapom ezt? Vagy egy kombináció van? Tehát mi a titka annak, hogy a szokás megjelenjen?
And then I get it, és ezáltal I absorb it, elnyerek valamit, és akkor a cselekedet, amit elértem, az kényszerítőleg egy új vágyott dolog eléréséhez vezet el engem. Tehát ez történik, hát nézzétek meg, tehát elkezdek különböző ízeket, feltételeket érezni azáltal, hogy másképp viszonyulok dolgokhoz. És így tanuljuk meg az új viselkedésen keresztül megszerezni az új természetet. Rabas írásaiból ez a Tóra útja, ez a címe a cikknek, ez a Tóra útja, amelyben ki kell lépnünk a szomorúságból. Ez azért van, mert az, aki a teremtőt szolgálja, annak a teste nem kap túl sok örömet, azért, mert nem tud megszerezni magának semmit. Azonban, miközben az alkotás munkáját kezdi el végezni a test, ilyen módon később elnyerheti azt az állapotot, amikor a fény mögött a teremtőt látja meg. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki a teremtőért dolgozik, akkor hatalmas örömet kap ebből a munkából, ez pedig egy újfajta módja az öröm megszerzésének a test számára. Ne gondoljátok, hogy később, amikor másfajta módon kapunk örömet, az pont úgy lesz, hogy eddig volt. Nem, hanem nekünk ezt a fajta örömet át kell fogalmaznunk. Tehát nekünk a kínokon keresztül, a fájdalmon keresztül kell elérnünk azt, hogy minden fájdalom örömmé válik. De ez nem azért van, mondja, mert a mi világunkban ez így működik. Tehát mondjuk megértem, hogy valaki fontos, nekem ezért erőfeszítéseket teszek, és egyszerű dolgokat megpróbálok megtenni érte. Mert ők elmondták, hogy ez fontos. Aztán pedig ugyanaz a természetem, ami volt, ezen keresztül jó dolgot akarok tenni a másiknak, mert fontossá vált a szemembe. És ezáltal én nem változtattam meg először semmit. Az én természetem nem változott még meg ezáltal. De az én szememben ez a másik ember változott meg, a fontossága változott meg. De itt nem erről beszélünk, hanem itt arról beszélünk, hogy a viselkedés megváltoztása által bennünk történik változás. Tehát amikor a teremtő feltár bizonyos dolgot a számunkra, hogy úgy szolgáljuk őt, mint egy fontos embert, akkor ez ugye el van, szándékosan van a teremtő elrejtve előlünk, tehát nekünk magunkat kell megváltoztatni, hogy ne a kapnakarásunkon keresztül az öröm forrásaként határozzuk őt meg, és ezáltal kövessük. Itt a szokás, mondja Rav, az nem új dolgok felfedezését szolgálja, amit előtte nem ismertünk. Például én meghallottam valamit, és aztán csináltam a munkát, aztán majd szokásom a vált, hogy egy másik dologra kezdek el munkát végezni, másik jelzésre. Tehát itt nagyon sok apró dologról van szó, amelyek tapasztalattá tesznek bennünket egy újfajta viselkedés kialakításában. Tehát így lehet például gyakorlással új dolgokat meghallani, kiélesíteni az érzékeinket, amely tulajdonképpen olyan, mintha egy új érzékszervet cserélték volna a régit. Ez az, amit egy idő során nem tudunk megtenni, tehát ezt a felső erővel tudjuk megtenni. Tehát amikor a reformáló fénynyel dolgozunk együtt, egy olyan módon végezzük ezt a munkát, hogy ez a fény, ez engem megváltoztat, a természetemet megváltoztatja. És valójában a hallás válik majd második természetünk, egy újfajta hallás, egy kiélesített hallás fogunk hallani, tehát még érzékenyebbé tesszük a hallásunkat, gyakoroltatjuk, tehát minden egyes a saját munkájában szinte művészember alakul ki, annyira érzékenyé válhat bizonyos dolgok érzékelésére, és ilyen módon sokkal érzékenyebbé válunk, mondja Rav. A dolgokra. Tehát kezdjük el magunkat identifikálni, hogy nekünk kell a saját dolgainkat megváltoztatni. Minél jobban haladunk előre, a barátok irányába, teremtő irányába, mennyire fontosak ezek a megváltozott állapotok a számomra. És így válik az a pont egyre közelebb hozzánk, így jön ez a pont hozzánk, máshogy keresztünké válik ez.
egy új pont, a 212-es Samati, 11-es Samati. Amikor valaki otthon ül, az nem ugyanaz, mint valaki a teremtő előtt áll, tehát az arcnak, tehát az embernek egész nap a királyt kell állnia, hogy a szeretet és a félelem egy bizonyos módon így válik teljessé, amilyen mértékben az ember nem éri ezt a hitet, akkor nem szabad, hogy nyugalmat találjon. Azaz, az élet egész nap arra kell kényszeríteni, hogy ezt keressük, és ezt nem szabad semmilyen módon kompenzálni önmagunkban. És a hitnek a hiánya, az meg kell, hogy jelenjen bennünk egészen addig, amíg ez nem válik második természetünké, olyan mértékben, hogy én állandóan emlékezzek rá, hogy még nem értem el valamit, hogy nehogyan aludna engem, és minden fizikai módon ezt a vágyat gerjeszti bennem, amit még nem értem el, mert minden, ami nekem örömet ad, abban tudnom kell, hogy az öröm azon eltörli a hiányt is, és fájdalmat okoz. És ezért, amikor valaki olyan örömhez, akkor előre, mert nincsen eltörlése, akkor meg kell haladni az összes fizikai dolgot, amit megszerzek a világban. Tehát nem a vágyat kell, a fizikai vágyat kielégíteni, ez pedig egy visszautasítással történik, hogy visszautasítjuk a megszerzési erő edényeknek a vágyát, hanem a szentségnek a vágyait kell felemelni magunkban, és a szomorúságon keresztül, amit ezek az edények megnyilvánítanak felénk az Istentől a távolságunk miatt, tudjuk ezeket felemelni a szentség elé. Rav. A teremtő értésének megfelelően új érzékek jelennek meg. Ezek az adakozásnak a, meg a hitnek a minőségei, amelyek a bínának a minőségeit adják ki. És ez bennünk a felső erő által tárul fel. Tehát nem csak egyszerűen kiszélesedik az, ami van, hanem ezen keresztül még olyat is megszerzettek, amit még nem értem el, mert a reformáló fényen keresztül kapom ezt meg. A hiány pedig a környezettől szerzem meg. Tehát én a helyes környezetben vagyok, és önmagamat erre irányozom, mindig velük vagyok. Ilyen módon megszerzem a hiányt a környezetemtől. Tehát amit a környezet gondol, az fontos a számomra, lényegtelen, hogy az jó vagy rossz, bármilyen is legyen. Bármit is a környezet fontosnak tart, azt én is fontosnak tartom, ezt természetesen kell válni a számomra, és ilyen módon tőlük megkapom a teremtő feltárásának a fontosságát, az adakozásnak a fontosságát, tehát én impressziót kapok tőlük, és ez elegendő a számomra, hogy részt vegyek ebben velük a kapcsolaton keresztül, elkezdem megkapni a reformáló fényt, ez pedig természetesen visz engem, ez valóban második természet, amikor én megkapok valamit, ami nekem nincs, és akkor ez a szívben lévő pontnak a megnyilvánulása lesz, és ezáltal én a dolgok lényegéhez kapcsolódom, és minden a fény által lesz kifejlesztve. Tehát egy nagyon különleges kombináció jelenik meg az e-világi és a felső világi edények között. És akkor a hiány az így meg, tehát lehet, hogy új hiányokat kapok, például a drogok hiányát és minden más, tehát a környezettől kapom az evilági törvénynek megfelelően, de mivel az én környezetemben megtartom a spirituális törvényeket, tehát így maradok kapcsolatban a forrásokkal, és ezen keresztül magamra van a reformáló fényt. Tehát nyilvánvalóan ez egy kombinációja a felsőnek és az alsónak, és így nyílik meg a felsővel való kapcsolatom, mert egy új viselkedés, ahol legalább részlegesen képes vagyok használni a saját földi minőségeimet, minden
mindegyiket kapok egy új értéket a környezetemtől. És akkor mindenféle cselekedetek jelennek meg ebben a világban, amikor a reformáló fényén keresztül mások természetemként tesznek dolgokat. Tehát nagyon különleges dolog történik itt. A csoportban, amikor itt másik természeté válik bizonyos dolgok, a fizikai és a spirituális világ között, mi aktiválunk egy hidat, és ez másik természetünké válik, de ez csak a csoport kabalistában történik, akkor a hiányt helyes módon használják föl, amit a barátoktól kapunk hiányt, nagyon földies módon is, de mégis a köztünk lévő kapcsolatunk keresztül felemeljük ezt a hiányt a spirituális magasságokba, és akkor második természetet kapunk mindezekből. Valóban a szokás második természeté várjuk, Moszkva. Tehát van itt néhány kérdés, egyik, ezek hasonlók egymáshoz. Tehát Ukrajnából, Vilniusból és Moszkvából. Mi a kapcsolat a szokás, és a között, hogy kényszerítjük, hogy megtartsuk a munkát egymás között. Tehát hogyan tudjuk fókuszálni az érzelmeket, hogy tudjuk a leckés során is fókuszálni az érzelmeinket. Nekünk mindenek előtt törvényként kell elfogadnunk, a feltételként kell elfogadnunk, hogy történik, szabályként, mert a szentségben mi soha nem bukhatunk el, nem zuhatunk. Tehát egy bizonyos jelenségnek az érzékelése abba marad. Akkor nem úgy kapok örömet, ahogy eddig. Tehát most történik, amit nem csináltunk előtte. Tehát nyilván a jobb érdekében történnek változások. És amikor visszatérünk az előző állapotba, még az jó állapot is volt, meg kell, hogy értsük, hogy minden egyes állapot egy lépés előre, akkor is a negatívabb állapot jön. Tehát egy nagyobb öröm van benne, vagy kisebb öröm van benne, ebből a szempontból mindegy. Tehát nekünk minden állapotot kapnak a eddényeinkhez viszonyítva kell egyelőre megélnünk, de az igazság az, hogy bármibe is jussunk, mindig a következő szintre kell lépnünk. Lehet, hogy kicsinek látszik az előreadás, vagy egyáltalán nem látszik. Vagy egy nagyobb ugrást érzékelünk, esetleg ez is lehetséges. Tehát a szokás második természeté válik, általában a spiritásban a második, tehát a szokás, az előző szokás megállítója, tehát nekünk új szintet kell megszerezni ezáltal, új állapotot. Ezt nevezzük a spiritásban úgy, hogy a helyes módon használjuk a szokást, tehát figyeljetek erre oda. Ukrajnában egy kérdés. Mi a kapcsolat a hit és a szokás között? Ezek ellentétes minőségek? Egyáltalán használható az adakozás érdekében ez a kettő együtt? A szokás az nem a fizikai szokásokra vonatkozik, ám mondjam. Amiről itt beszélünk. A fizikai szokásaink világos, hogy van egy állat, amelyik különböző feltételek mellett használ valamit. És, azt, és akkor ezek a szokások az életévé válnak. Mi működünk egyébként a fizikai világban, de nem erről a szokásokról beszélünk. Olyan szokásokról beszélünk, amelyek ismétlődő cselekedet adnak, és elhoznak bennünket a reformáló fényhez, hogy mi mindig egyre érzékenyebbé váljunk egy új jelenségre. Számunkra ez lesz a szokás. Ebben a világban, mondja Rav, stops us in our place.
ezek a dolgok olyan dolgokhoz kapcsolnak bennünket, amelyeket szinte nem léteztek, így változik, így válik az új szokás örömmé. Tehát ezen a módon örömet érzek, így kezdem el használni a életemben körülvevő dolgaimat. Tehát mi olyan szokásról beszélünk itt, mondja Ralf, ahol szokásunká válik, hogy új feltételeket állítsunk magunk elé minden egyes pillanatban. Ez egy különböző kitöltés ebben a világban, meg ez a szó is új, hogy szokás. Tehát amikor én mindig előre haladok, hogy új állapotokat ragadok meg, amelyek ellentétben vannak a saját természetemben. És akkor ennek az erőfeszítésnek az eredményeképpen második természetté válik, és minden alkalommal bizonyos dolgok lecserélnek bennünk. Amikor az ember a spiritásban halad előre, akkor nem azt történik, hogy ilyen öregebbé válunk, és így vagy úgy szervezzük meg magunkat, tehát tehát itt a szokás teljesen más, tehát ezen keresztül változtatjuk meg a fogalommal való kapcsolatunkat is, hogy a szokás, hogy megint csak az, ami tök más. A szokás az, hogy új dolgokat kezdünk el használni minden pillanatban. Másképp érzékeljük ezeket, amiket használunk, és így haladunk előre. Minden egyes pillanatban megújulva. És ez valóban új dologként is jelenik meg felénk. Különben a fizikai világnak a szokásai megállítanak bennünket, a spétes szokások azonban kivezetnek bennünket önmagunkból. Ezek az evolúció alapjai, amikor valóban fel akarom nyitni magam a változásokra, minden alkalommal új és új nézőpontot keresek, ez a spétális szokás. A jövőben ez meg fog történni. 4-es idézet, 5-ös idézet. Samáti 19-es. Mit jelent az, hogy a teremtő gyűlöli a testeket a munkában? Van egy szabály, hogy a ráció az nem a dolog maga, hanem az észnek megfelelően tükröződik az értelmünkben az a dolog. Ez a jelentése annak, ezt sem értettem, ez azt jelenti, hogy az értelem kizárólag az alapján ítél meg, amit az érzékszervek engednek megvizsgálni. Tehát ez adja a dologról kialakított akár ellenmondásos képet is, ami az érzékszerveken keresztül kialakul, más szavakkal, amit az érzések adnak nekünk, azt fogja az értelem kívánni, hiszen az értelemnek önmagában semmire nem kell vágynia, ezért az adakozást megadni az érzékeknek, akkor valóban az adakozásnak megfelelően kezd el az értelem dolgozni. Tehát az értelem nem fogja megkérdezni azt, amit az érzékektől kap. Ezért az értelem az azt jelenti, hogy az ember benéz a tükörbe, és látja a saját piszkosságát. Ez azt jelenti, hogy amit a tükör mutat az ember számára, elvezeti őt oda, hogy megmossa a kezeit. Tehát a tükör mutat rá arra, hogy hogy bizonyos dolgok vannak az ember arcán, amit el kell tisztítani önnön például. Azonban a legnehezebb dolog az, hogy mit is tekintett gusztustalan dolognak, amit le kéne mosni. Tehát a kapni akarás az azt jelenti, hogyha a test önmagának akar valamit megszerezni, vagy az adakozás az undorító dolog, amikor amit a test nem tud tolerálni, elfogadni, és az értelem nem is tudja ezért megvizsgálni. Hiszen mintha a tükörben nem látnánk, hogy mi a gusztustalan és mi a tiszta, és csodálatos. Minden az érzékek fog függeni, és csak az érzékek határozzák meg az adott dolog velünk való kapcsolatát. Ezért, amikor az ember szokássává teszi magát, azt kényszerítve,
hogy az adakozásban dolgozzom, akkor az értelem is az adakozás felé kezd elmozdulni, és ezáltal nem fogja feltenni a kinek és miért kérdést az értelem, hanem egyszerűen szokásával teszi az adakozás segítő munkát, azaz az érzékek alapján nem teszik föl többé azt a kérdést, hogy mit jelent a mi számunkra egy adott dolog szolgálat az adakozás érdekében, mert az értelem nem fogja föltenni a ki kérdést. Azaz mondja rá, az összes kérdésünk, ami nem az értelmünk szervez meg, amikor mi jól szervezünk meg a dolgokat, akkor a nehézségekre se tesz föl az értelem kérdéseket, és ez egy átmenet tulajdonképpen a dolgok között, amik már szokásunká váltak, vagy nem váltak meg a szokásunká. És akkor ezekben az ő szokásokban élhetünk. Sélot. Questions. Kérdések, mondja rá. Jó reggelt, Rav. Én megértettem, hogy a szokás az nagyon fontos, hanem a legfontosabb edény, amit az el kell érnünk, és az emberek azt kell mondja, hogy nekem meg kell tenni ezt és ezt a dolgot kell napi szokásává, egy rutinná. Tehát, hogy a módszer elején is letisztáztuk, hogy egy pont, ez nem lehet probléma, mondja, amit mondott. A legfontosabb és a legegyszerűbb dolog, hogy kezdj el adakozni. Miért nézel így rám, mondja rá? Ezt tedd meg, és kész. Na de nekem most egy szokás, hogy ezt elérjem. Hát lehet, hogy én túl alacsony szinten vagyok. Így van. Tehát van a közösség, a tanulás, a reformáló fény. Vagyok én, mondja rá, aki tanít benneteket. Rengeteg könyv van, minden készen áll, mondja rá. Annak érdekében, hogy téged egy új szokás felé vigyen. Az adakozás felé, és ez a szokás, az adakozás szokása nagyon sok szinten keresztül érhető el. És egyik lépést a másik után érheted el, ennyi. Tehát a szokás a saját helyen nyilvánul meg, nyilvánvalóan ebben a világban élsz, tehát neked itt kell használnod valamit, hogy a szokás a spiritásban azt jelenti, hogy neked új állapotokat kell érni minden egyes alkalommal, és minden alkalommal meg kell szerezned új és új állapotokat. Azaz, itt a mi világunkban ellentétes állapotokat is egymás felé tudsz rendelni. Yes. Pass it on. Új állapotokat és a szokást szeretném egy kicsit megvizsgálni. Hogyan lehet az, hogy a szokáson keresztül új állapotokat érek el? Honnan tudhatom? Ez igaz, ezért mondja Rav. Nekünk meg kell szereznünk a lehetőséget a könyvektől, Ravtól és minden mástól, amit a csoporttól, ahogy csak lehet, meg kell szerezned. Moszkva. Kérdés, Alexander, nem tudom kitől, hogy mérhető a szokás? A szokásokat a hiány alapján mérhetjük meg, ami a következő szint felé irányoz bennünket. A következő állapot felé, az adakozás következő szintje felé, a mannemelés felé. Az erőfeszítéseken keresztül egy újfajta hiány stabilizálásán át. Ez az, ahogy a szokás mérni lehet. A szokás a spiritualitásban, ugye sokszor beszéltünk már erről, hogy a spiritualitásban
nem a helynek megfelelően valamit elérni, nem a sebességnek megfelelően, hanem, sokat beszéltünk erről, hogy most hát a sebesség megfelelő méretű, ez a szokás úgy méretű, hogy feladottan lehet gyorsítani, mennyire voltam képes állandóan a változásban lenni. Tehát a változások sebességét mennyire tudom feladni, a változások maguk azok jönnek. Tehát kicsit ez Einsteinnek felel meg, ugye? Egy kicsit ez szokatlan a mi világunkban, de ez így működik. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy a hétköznapi előadás, amit ebben a világban élünk meg, az a spiritásban nulla, az a halál. A spiritásban az előadás az kizárólag a hétköznapiakon túl megkapott extrán múlik. Tehát a spiritualitásban a szokás, az a fizikai szokások fölé emelkedése, a fizikai szokások a halált jelentik, a spiritás pedig az előrehaladást, az állandaladást. Na, olvassunk. 10-es idézet. Bála Szulám levelétől, 38-as levél, a legfontosabb dolog a munka, azaz, hogy sováruljunk arra, hogy hogyan tudjuk a munkát elvégezni a munkában, mivel a hétköznapi munka az nem számít egyáltalán, csak és kizárólag az, ami a hétköznapi erőfeszítés felett lett megtéve. Tehát az embernek kell ezt az erőfeszítést megtennie. Tehát nyilván az embernek nem az a lényeg. Tehát nem az evés alatt, nem, az utolsó falatig nem elégül ki az étel az embernek. Tehát az összes kicsiny hozzáadás az, amit az étkezés alatt az ember elér, az csak a végső kielégülés felé viszi az ember. Ehhez hasonlóan minden egyes szolgálatból, amit a teremtő felé tudunk felmutatni, ez mindig egy-egy kicsiny részben emel be fölé bennünket a hétköznapinak, és ilyen módon szerzünk meg egy új edényt, amin keresztül majd megkapjuk az arc feltárulásához szükséges, hatalmas edényt. Ez azt jelenti, mondja Rav, hogy amit itt figyelembe kell vennünk a spiritásban, az a felgyorsítás. A felgyorsítás az azt jelenti, hogy az a különbséget jelenti, hogy hogyan haladok előre most a pillanatnyi értékrendem alapján. Tehát, és nyilvánvalóan az új értékrend alapján új értékrend alapján valóban új elérések keletkezésnek, kettő közötti különbséget hívjuk felgyorsításnak a spiritualitásban. Tehát nekünk azt kell megvalósítanunk, hogy a szokás az egy olyan koncepció, amely nem egyszerű, és egyáltalán hétköznapi megérteni. Tehát nekünk új mindent egy új szokás megszerzésére kell felhasználni. Mit tudunk tenni? Ez így működik. De ez egy nagyon nehéz belső állapot megértése, megint Moszkvát kapcsolják. A szentségben nincsenek emelkedések és süllyedések, ezt mondta a szöveg. Akkor hogy lehet az, hogy emberek, akik már valamit elértek, és szokásává is vált az embereknek a szentségével a munka, és mégis itt hagyják az utat? Hogy lehetséges ez? Ez úgy lehetséges, mondja Rav, hogy jön az ember, megszerez egy szokást a közösségtől, és mindent a közösségből is tesz. Ez ennek a világnak a szokásai ám. Tehát ő azért érzi magát jól, meg kényelmesen, mert ebben a közösségben ezt is meg lehet szerezni. Fizikai értelemben is. Hát általában az ember így kezdi el magát érzékel, egy jó állapotban. Amikor én például megérkeztem a Rabashoz, mondja Rav, ő azt mondta, hogy igen, emberek gyakran jönnek, és vannak utána pedig elmenekülnek, mert kabalát tanulunk, aztán mégis szívesen jönnek, mert látják, hogy kapnak teát, meg kávét. Tehát ezek öreg emberek voltak, akik emlékeztek azokra a nehéz időkre,
amiket Jeruzsálemben éltek meg a múltban. Tehát ezért az emberek ugyan látszólag panul jöttek el, de otthon nem volt kávéjuk, meg teájuk, meg semmiük. Tehát vannak emberek, akik eljutnak a csoporthoz, és a spiritást akarják megszaladni, az előadást megszerezni, sikeresek akarnak lenni, tehát mindenféle dolog jelenik meg ebben erről a világról bennük. Később pedig lehet, hogy elkezdik meglátni, hogy nem e világi előadásról beszélünk. Tehát én lehetek nagyszerű, meg okos, meg szép. Cselekedeteket végrehajtanom, amelyek elrejtett cselekedetek. Mi nem erről beszélünk. It's not a school for, you know, like Harry Potter. Tehát ez nem egy Harry Potter varázslóiskola, ugye? Mondja rab. Mushi once told me the name. Mushi mondta ezt a nevet nekem. The name of that school that he went to. Hogwarts. Most a Harry Potter iskolának a neve ugye ez a Rockford, vagy hogy hívták ezt az iskolát. Tehát itt nyilván nem azt tanuljuk, és nem is az eredmény, amit elérünk, mint amit a film mutat a mágiáról, tehát... Tehát átmentek egy csoporttól a másik is, de ez mind azon múlik. Hogy hogyan sikerül. Tehát jönnek az emberek, és azt gondolják, hogy itt valami újat fognak megszerezni, de ezeket mindig az evilági tapasztalatok alapján próbálják megítélni, amit itt kapnak, és nyilván itt a külső valóságuk kezd el megváltozni, és nem önmaguk változnak meg. És amikor hirtelen elkezdik érezni, hogy nekik kell megváltozni, az egy kemény munka, és minden egyes alkalommal mindig egy kicsit jobban és jobban fel kell törni magukat. Ugye először 1/8, aztán 1/4, aztán mit tudom, hogy meg a részük jut el oda, hogy változni kell. Tehát, hogy mennyire vagyunk képesek ezt megtenni? Természetesen ezt a szokást mennyire tudjuk második természetesen tenni? Tehát nyilvánvalóan tehát azokat a törvényeket szoktuk megtörni, amiről gondoljuk, hogy erősebbeké válunk ebben a világban. Tehát így meg tudjuk szerezni a spirituális értékrendet, de ha nem értenek egyet vele, akkor nem értenek egyet, és ezért elmennek. We should not regret. Tehát nekünk nem szabad ezt elutasítani, ez így. Hiszen ők még nem állnak készen a spirituális változásokra, bár azt valami ír erről, tehát a jutalom az övék is nagy, még az is, aki jön és megy, mivel végső soron több millió emberrel szemben a generációnkon belül legalább megérinti őket a spirituális, tehát más ember meg se érzi mi ez. Tehát nekünk nem kell elutasítani senkit, amennyire az ember képes marad, ha nem képes, akkor nem marad, tehát akkor elengedjük őt, tehát a spirituálisban nincs kényszer, tehát nekünk egy nagy spirituális forradalom előtt állunk, ahol az egész világ majd. A következő évben ezt látni fogjuk, hogy az emberi közösség mennyire változik meg, és mennyire válik majd ez a változás érvény, mennyire érvényesül majd ez a változás a szokásokban is. Hogy minden dolognak az elfogadása hogyan változik, meg fizikailag is. És akkor az emberek majd a spirituális szokások felé kezdenek el mozdulni. Mert nekik minden alkalommal változni kell, de nem a külső világban, hanem ott belül. És ilyen módon minden alkalommal meg kell szerezniük majd egy új értéket. És minden alkalommal változáson kell keresztül menniük. Tehát mindenféle hülyeség helyett, amit az emberek ebben a világban próbálnak követni, fel fogják ismerni, hogy a legnagyobb dolog, amit megszerezhetnek, az, hogy valaki megszerezi új belső minőséget a spirituális világból, amely feltárul az emberben, ez az igazi
birtoklás, ez dolog, valódi dolog birtoklás, amikor mindenki, aki csatlakozik hozzánk, az egy új természetet követ. Ez meg fog történni, magyarok. Meg fogjátok látni, hogy minden milyen óriási változáson megy át rendkívül rövid idő alatt, bár nekünk fel kell ismerni, hogy minden áldott nap azokat a falatokat kell számlálni, azokat az extra hozzáadásokat, amelyeken keresztül ma egy új szokást tudok kiépíteni, ahhoz képest, amit előtte nem birtokoltam. Tehát ez minden nap új spirituális szempontok meg az adakozásra Tehát így kell felemelkednem a mához képest, a tegnaphoz képest ma, és ez fogja a felemelni az én fejlődésemet. Good morning. Jó reggelt, Rav. When we start the process, so like every pattern I was in, it was broken, it would change. Tehát nyilvánvalóan a folyamatban én azt látom, hogy minél jobban haladunk előre, minden új mintázat, ami feltárul, egyre nehezebb megtörni önmagunkat. Mit jelent ez magyarul? Hogy mennyi új szabályt törünk meg azzal, hogy tanulunk? Hát az egy kérdés annak a folytatás, amit most ön mondott. Tehát nyilván felülről megjelenik egy törött dolog, akkor gyakorlatilag ezt a régi mintázatot mi törjük el a tízes körben, akik egy mintázaton vannak, tehát mi törjük fel az új mintázatot, hogy lehetne ez, magyarul? Tehát ennek a világnak a feltételről beszélsz. Arról beszél, hogy te mennyire vagy törött a saját nézőpontodban, és mennyire kapsz új értékeket, mennyire válik majd fontosabbá neked az adakozás. Ezt kell megtörnöd. Oké, akkor mit törünk meg? A tegnapi perspektívádat, a tegnapi nézőpontodat. Na, de hogy töröm ezt meg, mondja se? Azáltal, hogy a barátokhoz kapcsolódsz egyre jobban és jobban, egyre többet követelsz tőlük, egyre több reformál fényt követelsz tőlük, ennek eredményeképpen befolyás gyakorolnak rád. És ez fog téged egy új belső szintre emelni. Oké, na de ez azt jelenti, hogy nekem mindig újra és újra egyre jobban metok lépni a barátokba? Persze. Ezeken a barátokon keresztül ugye a barátok megöregszenek, nyugdíjban jönnek, majd meghalnak. Tehát nekünk egy új világot kell építeni egymás között. Egy valóban egy új világot, mert ezen keresztül felfedezzük a teremtőt, a végtelenséget, és nem azt, ami itt elmúlik. Hát mire gondolsz, mondja Rav? Itt vannak emberek, akik akár 20 éve együtt vagyok. They didn't grow like me, but they were not married. They got married. Aztán megházasodtak, gyerekeket szültek. A gyerekek elmentek főiskolára, hadseregbe. Hát én emlékszem, mondja Rav. Ezeknek a gyereknek a szülei hogyan házasodtak össze? Tehát és? Why change that? Milyen változást hoztak ezek a dolgok önmagukban? What if I replace these faces by other faces? Mit jelent az, hogy ezeket az arcokat lecserélik egy másik arcra? Semmit. De ha a belsőséget lecserélik, az nagyon fontos. Oké, na de a belsőség azt külső cselekedetek kell lecserélni. Milyen külső cselekedetek lesz? Nekik mindig ugyanazok cselekedetek vannak. Tehát 20 éve volt, és ott nem volt. Rabos időben volt. A tanulás ugyanaz. Milyen külső cselekedetekről beszélsz? Itt ott amott változtatunk néhány dolgot, a világ miatt, az internet miatt és ilyen dolog miatt. Ezek valóban változások, de ezek a változások nem azok, amire beszélünk. Mi a belső változásokra kell, hogy fókuszáljunk. Az, hogy nem az erdőben élünk, mint több ezer év előtt a sivatagban bolyongtunk. De gondolod, hogy ezek a változások, amire beszélünk? Hát a külső változások egyáltalán lényegesek. Az emberek a változásokat külsőleg érik meg azért, mert stresszt éreznek. A belső ürességből ezért akarnak változtatni. De a külsőségben nem fogtok érni semmit. Az üresség ordítani fog bennetek. Semmit nem fogtok érezni. Okay. Guys. Na, fiúk? Okay, go ahead and ask. Na, gyerünk, azt kérdezzél mindjárt. Ja, mert péntek van, vannak újak a teremben.
Jó reggelt, Rav. Mi van az első egoista természetet, mi fog történni? Szeretem támogatni fogja a második altruista természetet. Kérdeznék valamit, ami nem a témához kapcsolódik? Ne kérdezzél ilyet, mondja Rav. Moszkva. Nem befejeztük ezt a kérdést. Moszkva. Új barátainktól is vannak kérdések. Hogyha a szokás a spiritualitásban a felgyorsításhoz kapcsolódik, akkor ez azt jelenti, hogy a szamaramat is fejlesztem az út során? Egy gyorsabb előadásra? Rav, neked nem kell aggódnom a szamaram miatt egyáltalán. Meg kell adni neki mindent, hogy a munkát még magam végezni tudjam. Hogyha én fejem a felhők felett van, azaz a spiritás előadásban vagyok, a csoportom belül a csoport középpontjában, amire csak lehetséges, a terjesztésben, a csoportban, és őket szolgálom, ez az igazi edény, ami fölöttem áll. Tehát nekem nem kell aggódni egyáltalán testem miatt jobban, mint amilyen értelemben elkevégezem a külső munkámat a csoportban, a világban, amihez kell a fizikai test. De ezen túlmenően nekem olyan módon kell mindent látnom, a csoportot és a világot, hogy ezek a központi pontjába válnak a figyelmemnek. Ez az, ami a szokásomat is megváltoztatják, amikor a szokások minden pillanatban másképp nyilvánulnak, meg az értelemben, a szívemben, és a fizikai létemben is, a testem az egy módon működik. Tehát mint a szamár, tehát nyilvánvalóan mindent az ember érdekében kell tennem. Az én Ádámom az a csoport középpontjában található, a szamara meg itt van. És akkor ezen a módon tulajdonképpen nekem egy egészséges módon kell megtalálnom azt, hogy a szamaram hogy szolgálja a bennem lévő Ádámot. És ezért a szokások valóban jó szokássá válhatnak. Nekünk egy példát kell erről megragadnunk, és a csoport ezen a módon kell építeni Moszkva. Pásától egy kérdés. Ennek a világnak a szokásai nem zavarnak bennünket a spirituális szokások megszerzésében. Hogyan tudjunk döntéseket hozni a két dolog között a fontosságot tekintve? Hogyha ezek a fizáknak a szokásai megadáznak bennünket a spirituális szokások megszerzésében, kiépítésében, nyilvánvalóan ebben a világban nekem mindenféle szokásot építik ki a spirituális előadás érdekében, ez jó. Tehát ezért járok be a csoportba, tanulok, megvan a könyveim, ezek még fizikai szokások. Nekünk ebben nem kell megváltoztatni semmit. Ezt én Rabastól tanultam, mondja, hogy nagyon sok van, amik fontosak, és fizikai szokások, ezeket nem kell megváltozni. Mit kell nekem megváltoztatnom, annak kérdében, hogy eljussak valahova? Nem kell megváltoztatnom. A legfontosabb dolog a spiritualitás, erre kell fokuszálni, és amikor benne vagyok, akkor tudhatom, hogy ezek meg azok meg azok a változások mennyire fontosak az én számomra. Ezért az embernek fel kell ismerni, hogy minden dolog, amit az ember elrendez önmaga számára, a fizikai módon, ezek valóban létezésbe fordulnak, és a spiritualitásban való eladásban nincs olyan változásunk, és nincs is szükségünk semmilyen fizikai változásra szükség. Tehát csak látnunk kell, hogy mi mennyire támogatja a spiritális változásokat bennem, mert a fizikai világnak a dolgai csak azért vannak, hogy segítsenek kilépni a spiritális világon bennünket, hogy rálépünk a spiritális létrehajtó fokára. Hatos idézet, arról Bala Szolám, a Zohár befejezése alkalmából, ez egy cikk. A bölcseink azt tanácsolják, hogy csináljunk egy rabot és vásároljunk egy barátot magunknak. Ez azt jelenti, hogy az embernek fontos embert kell választani önmagunk számára, hogy ő legyen a tanítónk.
ami minden esetben képesített bennünket a Tóra és a parancsatokkal való fogatoskába, azért, hogy a Teremtőnek örömet okozunk ezáltal. Hiszen talán a két dolgot kell felemelni bennünk. Ő fontosnak kell lenni, hogy mi képesek legyünk adakozni az ő irányába, az ő magas rendűsége alapján, mivel az adakozás majd az ő számára megszerzésé válik. Ez egy természetes hajtóerő lesz, tehát az emberek mindig növelnie kell a saját aktív adakozását a RAF felé, és amikor az ember második szokásává teszi a RAF felé való adakozást, ez pedig valóban a lisma felé fogja transformálni az embert, és ilyen módon a szokás második természetté válik, mert formalizést építünk ki a Teremtővel, de ez nem segít semmit, hogyha nem örökre szól, egészen addig, amíg az ember pontosan megérti az összes misztériumot, amely igazolja mindazt, hogy nem térhet vissza a bolondságba az ember. Azonban ez a formalizés elérése okán a RAV-val szemben nem így működik teljesen, mert a RAV ebben a világban van, és ezért itt kell vele képíteni formaegyezést, és a formaegyezés még akkor is segít, hogy ez ideiglenes, és újra visszazuhanunk erről a szintről, azért, mert az embernek állandóan arra kell törekedni, hogy a tanítójával formaegyezésben legyen, hogy ez minden egyes alkalommal megadja az erőt az embernek a felemelkedésre, és így kell elérni a RAV-nak a tudását, és az vele való összetapadást, ahogy ez el van magyarázva, annak megfelelően, hogy a test és a test szerve mennyire áll szoros kapcsolatban egymással. Ezért a RAV-ot kell felhasználnunk a Teremtő nagyszerűségének a megszerzésére, és arra, hogy a kapni akarást, adni akarást tudjuk fordítani szívvel és lélekkel, és ezzel egyidiben a tanítvány képes a Tórás a parancsnak a lismával foglalkozni. Még akkor is ez nagyon kemény, ez lesz egy gyógyszer, ami a Teremtő felé való Dvekut felé vezet bennünket, az örök gyógyszer felé. Tehát mi a szeretetről beszélünk. A szeretet, amely a Teremtő felé fordít bennünket, a tanár felé fordít bennünket, a barátok felé. Tehát a szeretetnek bizonyos megnyilvánulásai, a spirituális szeretet, amely a természet ellenében hat, hogyha az ember megkérdezi az utca emberét, én szeretem a Teremtőt. Hát mit jelent ez? Hát most tudja, ki a Teremtő, hogy és mit jelent az, hogy szeretem vagy gyűlöletem. A gyűlöletnél ugye még a halál is jobb, mi már tudjuk, az emberek nem tudják. Tehát barátok szempontjából mi nem értünk még semmit. Barátok szeretete, ó, mi a probléma ebben? Együtt vagyunk, mindenki támogatja a másikat. A RAV a tanító irányába az már problémásabb, mivel tehát itt vagyunk egymás mellett, másfelől pedig egy elutasítást látunk a Teremtő irányába, mert nekünk tudnunk kell, hogy van egy feltételrendszer, amely a saját természetünk ellenében hat. Tehát sokat beszéltünk már erről, hogy Rabas is mit mondott erről. Természetesen ti elutasítok engem azért, mert én bajba sodorlom benneteket, tehát hogy szeretnétek engem egy hétköznapi módon? Tehát, hogyha igazolni akartok engem egy hétköznapi módon, ez nagyon nehéz, mert ez mind a saját természetünk ellenében van. Tehát nekünk minden egyes részletben, minden egyes mozdulatban, minden egyes választásban, akár a legkisebben is elutasítást tapasztalunk. Tehát nekünk nagyon keményen kell dolgozni ezeken a dolgokon, ugye, mint a spiritásban. Tehát nincs különbség a munkában. Először nem látja a különbségeket, aztán majd később fogjuk érezni az elutasítást és a gyűlöletet. Még azt is lehetek érezni, hogy nem akarjátok elfogadni a tanárt sem. Minél jobban haladtok előre, egyre jobban fogjátok ezt látni, hogy természetek mennyire ellenállnak, amit én mondok. Azonban a különbség az, amiről Bálaszolán beszél itt,
The issue is that this is a difference in time. With respect to the Creator, amikor a teremtő irányába megnyilvánul a különbség, hogy a teremtő kell, hogy segítsen összekapcsolódni nekünk, hogy valóban a képes vagyunk ravéris tenni, és itt egy a szinten megfelelő teljességben kell bekapcsolnunk, hogy valóban egy teljes módon érjük el azt, ami összekapcsol bennünket. On one degree out of 125. Tehát a 125 cikkből, színből a felkészülés alatt már lássuk, hogy meg tudunk felemelkedni, akár egy ideális módon is. Nyilván a tanárnak az elfogadása az fontos, így kell felemelkednünk a tanár fontosságban a teremtő fontossága felé. Tehát ez úgy kell felhasználni a tanárral kapcsolatban, mint egy ugródeszka, mert ezen a módon mi valóban elérhetjük azt, hogy olyan cselekedetek adunk végre, amelyek a teremtő felé irányulnak. És ez erősebbé tesz bennünket, de aztán kizuhanunk ebből a szintből, aztán újra nekifutunk. Tehát itt minden az embertől függ, hogy újra és újra nekifut-e ennek. Ez is a szokások alapján indul meg először. És vannak nagyon nehéz szokásjogok, vagy szokások, mégis ezek az igazi szokások, tehát a mi világunkban nincsen valódi megnyilvánulása az ember és a teremtők között. Ez úgy nyilvánul meg, hogy te a tanítóddal állsz kapcsolatban. Abban nyilvánul meg a teremtővel kapcsolatod. Moszkva. Vapros. Kérdés. Alexander Davidovtól egy kérdés. A fizikai szokás, például a felkészülés leckére, hogy várj spiritás szokássá. A leckére való felkészülésnek fizikainak kell lennie, mondja Rav. Fizikai szokásnak. Mert eljössz a leckére, az is fizikai cselekedet. Felkészíted magad, szokását teszed, hogy felkelsz. Ez egy fizikai módon történő erőfeszítés jelent. Erőfeszítést tesz a lecke előtt. És mindig ugyanazzal az úton jössz ide, ugyanazzal az autóval, ugyanarra a helyre ült esetleg le, de ez lényegtelen, mondja Rav. Ezeket úgy kell felhasználni, hogy segítsen neked az előadásban. De minden dolog, ami ezen túl van, annak újnak kell lennie, új tapasztalatnak, új törekvésnek, új túllépésnek, új állapotnak, új kitöltésnek. Ez az, amit meg kell szerezni. Tehát itt két dolog van, és tehát az emberek meg kell tennie mindent, amit tud. A szokás, a fizikai világban, és a fizikai szinten bármi is volt az a szokás, az csak segít arra vonatkozólag előrejutni, hogy ne figyelj a fizikai szokásokra, hanem a spirituális szokások kiépítésére figyelj, és ezért neked ezeket a szokásokat új állapotok megszerzésére kell használni, ez a leglényegesebb dolog. Tehát ez két különböző formájú szokás jelent, fizikai és spirituális. A spiritualisban ezt girumimnak nevezzük, extrának, hozzáadásnak. A fizikai világban itt mindig ugyanazt a dolgot csinálunk. Tehát az ember mindig tudja, hogy hol van az asztala, a széke, az ágya, akkor minden jónak tűnik, mert minden megvan. Akkor tudok dolgozni, tudok felkelni, tudok élni. De a belső világban nem szabad, hogy ott legyen az ágyad mindig. Everything will be organized. That's clear, right? Tehát minden meg kell szervezni a fizikai világban, hogy ez ne zavarjon téged, de arra kell felhasználni, hogy mindig újabb és újabb állapotokat érj el. Bukarestből Dávid kérdezi, hogyan lehet eljutni a munkában a jó szokások kiépítéséhez. Tehát olyan egyszerű ezeket megtörni, hogy én dolgozom, meg terjesztek, meg nem, Magyarabb.
Mi nem érezzük ezeket, hogy ezek változnak. Ezek nem amiről én beszélek, az nem fizikai szokások. Az a tény, hogy a barátokhoz kötődök, ezek spirituális szokások alapjai. És ezért meg terjesztek, meg ilyen dolgokat csinálok. Tehát nekem minden egyes alkalommal látnom kell, hogy minden zavar ellenére, hogyha adok előre. És akkor nekem már a végén várnom is kell a nehézséget, azért túllépek rajtuk. Jürgen Németországból kérdezi, hogy azt jelenti-e a szokás, hogy kiépítem a félelmet a teremtő irányába, hogy igazoljam őt. Tehát itt közdolgot egy kicsit összekevertek, magyarabb, mert itt egy kicsit másról van szó. Az én számomra a szokás az az én hozzáállásom, megközelítésem valamihez, ami fontos nekem. Ha valami az előadásom szempontjából fontos nekem, a teremtővel kapcsolat felé való előadásom szempontjából, a vele való formaegyezésnek megfelelően, akkor amilyen mértékben én meg tudom változtatni az irányultságomat minden egyes pillanatban, hogy erősítsem ezt a kapcsolatot, akkor szokásra nevezhetem ezt. Tehát ez egy felgyorsítás jelent a cél irányába, és akkor ezt nevezem én szokásnak. A szokás az azt jelenti, hogy egy pillanatra sem nyugodhatok le. Új emberektől egy kérdés. Milyen szokást kell megszereznünk? Tehát a kabbalisták milyen szokást szereztek meg a fizika világban? Rabostól tanultam. Hogy a fizikai életet kell úgy beállítani egy olyan módon, hogy a legkisebb zavart adja nektek az értelemben és az érzelmekben a spirituális világ elése érdekében. Tehát a fizikai világ nem szabad, hogy zavarjon, szolgáljon bennünket. What else do I need? Mire van másra szükségem? I have a place to sleep. Kell egy hely, ahol alszom, ahol eszem, a ruháim kellek. Everyone has what they need during the lesson. Tehát, hogy ugye mindenem meg legyen, hogy a leckére eljussak. Tehát nekem... Of different of camera shootings and... Tehát ez a keretmunka, amit mi nevezni szoktuk. A kereteket kell kialakítanom a munkához, annak el kell rendeznem, amire csak lehetséges a legkevesebb módon ezt. Más szóval, hogy jut el a világ a végül a korrekcióhoz, amikor mindenki képes annak érdekében dolgozni, hogy valóban a szükségleteit elérve túl tudja lépni magán, és aztán minden más változás, minden más irányultság, minden más sóvárgás, minden különbség az a teremtő feltárulása felé irányoz bennünket a köztünk kapcsolatban. Tehát ezek a külső cselekedetek, amelyek majd a fizikai fölött lesznek, ezek mind annak érdekében történnek, hogy az állatot fenntartsák, de ezen túl, mert az állatnak semmilyen új nem szabad, hogy megjelenjen. Ami tegnap volt, az lesz ma is. Tehát a tehén nem akar más, a tehén minden a füvet akar, ugye? Az ember az, aki ma ezt akar enni, holnap azt akar enni. Rabos erről azt mondta mindig, tehát Rabos nagyon egyszerűen építette fel a saját
szükségét a kielégítését, ez stabilizálta ezeket. Tehát nekünk valóban minél többet akarunk a spirituális munka érdekében végezni, az összes értéket, ami ehhez vezet, föl kell emelnünk, és nyilvánvalóan a világban kell élnünk mindeközben. Tehát itt nyilván, ugye itt, de közben itt együtt átmenjünk néhány fizikai dolgon is, például a válságokon, sokat beszéltünk erre, hogy az egész világ azokat, és mind azokat szolgált, akik milliárdokat gyűjtöttek össze a semmiért egyébként. Hopefully not by war. Reméljük, hogy ezek a nem háború felé vezetnek bennünket, ezek a fizikai feltétel megváltozások. De nekünk igazi állapotokat kell elérni, ahol az emberek valóban belső követelést tudnak felemelni. A fizikai világ fölött képesek lesznek egy kicsit kilazítani, és az ürességen és a csalódottságon elgondolkozni, hogy miért érte ez el bennünket, az egész emberiséget, és mi, ami fizikai életünkben valóban az egész emberiség teljes keretmunkájában élünk, nekünk is el kell érnünk egy olyan állapotot, ahol érezzük, hogy az emberiség kicsit kilép a fizikai szint állandó kényszerű fejlődési kényszeréből, és belép a spirituális fejlődésbe. Hetes idézet, Rabas, hármas kötet. Amikor az embernek a szellemisége távozik az embertől, akkor Istennek a szellemisége is távozik az embertől. Tehát elmagyarázhatjuk, hogy lehetetlen elérni a teremtő szeretetét, mielőtt el nem érnénk az emberek lenyúló szeretetet, mert a szeres felebarátod önmagad által lehet ezt elérni, amikor azt mondta, hogy ez a legnagyobb szabály a Tórának, nevezetesen amikor az ember szokásává teszi a mások szeretetét önmaga számára, ami a barátok szeretetében nyilvánul meg, akkor lesz képes arra, hogy elérje a teremtő irányába mutató szeretetet, és ezt el kell, hogy magyarázok, hogy mi van itt szó, tehát hogy minden az emberek számára, ami az emberek számára kényelmesebb, ugye, mert az azt jelenti, hogy az ember állandóan az emberek szeretetével kell foglalkozzon, hogy a többieket próbálja meg, a többiek vágyát próbálja meg kielégíteni, akkor a teremtő szellemisége is összekapcsolódik az emberrel, mert a teremtő egyetért ezzel, tehát amikor az ember abból kap örömet, hogy valóban a teremtő szellemiséget hozza magába, azaz a teremtő felé adakozik, azaz, aki valóban az önszeretettel foglalkozik, az ki kell, hogy lépjen a teremtő szellemiségéből, és a teremtő szellemisége nem is egyezik meg ezzel az irányultsággal. Sheila. Question. Kérdés. Workshop jön. Bo anachnu. Tehát tisztázzuk le ezt a fogalmat, hogy a szokás második természetté válik. Tehát mit jelent ez az individuális szinten, a csoport szinten és a spirituális szinten? Világos? Tehát mi ez a szabály, hogy a szokás második természetén válik, a fizikai szinten, a csoport szintjén és a spirituális szinten. Tehát mindenek előtt nekünk mindent adakozásra kéne felhasználnunk, ez azt jelenti, mondja az első srác, hogy elkerülünk egy NIV, egy magasabb állapotot, amiből az ember érzékenyé válhat a környezetre, ami körötte van, tehát
becoming used to bestow. Tehát mindent az alkotás felé kell felhasználni. Tehát két szint van, fizikailag, ugye, Roy, tehát nekünk állandó változásban kell lennünk, a fizikai világban pedig minimalizálni kell a változásokat. Mi volt a kérdés, még egyszer kezd valaki? Hogy hogyan építjük ki azt, hogy a szokás második természetünkké válik? Mit jelent ez az egyén, a csoport és a spirituális szempontjából? Igen, az embernek gondoskodnia kell arról, hogy a saját fizikaságát úgy rendezze el, egy nagyon egyszerű módon, amennyire csak lehetséges, hogy ez ne kívánjon túl nagy erőfeszítést az embertől. Tehát nyilván a teremtő hozzáad valamifajta zavarokat, de a spirituális szinten a belső változásokra kell törekedni, ami a változásokra kell törekedni, nem csak lehetséges. És ezen keresztül kell fejlődni. A fizikai szokások nyilván az értelem alatti szinten vannak, mondja Eret. Tehát, mert azt mondta a közösség, hogy ez jó, ha megteszed, megteszem. Azonban a spiritás az értelem felett van. Ez a felső értelem, amit annak érdekében kell megvizsgálnunk, hogy felfedezzük ezen keresztül értelemtől, hogy erre a szintre tudjunk felnőni. És a legcsodásabb dolog, ugyanaz a szokás hirtelen megváltozik. Ha például ne jövök a leckére, időben, nyilvánvalóan. Itt vannak a könyveink, ugyanúgy ülünk le minden nap, ugyanabban az állapotban vagyunk. A tízes kör az az én keter állapotom. És akkor ez soha vissza nem térő történet. Tehát állandóan így tol engem a fizikai szokások, a megfelelő spirituális szokás kiépülésére. Tehát nekünk egy egyéni módon kell ezt megragadni, mondja Gerzson. Tehát úgy kell elrendezni magunkat, hogy rutint tudjunk beállítani magunknak, tehát valamelyik egy infrastruktúra legyen, hogy a fontos dolgunk fókuszálni, tehát hogy az ember megértse a viszonyokat a barátokkal, hogy valamelyik a teremtő felé tudjunk fordulni. Az embernek állandóan a teremtő nagyszerűségét kell látni, tehát úgy kell különböző állapotokban dolgoznunk. A spiritásan nekem úgy tűnhet, hogy ez egy általános mozgást, amivel a fényt vonzunk magunkra. Tehát biztos, hogy ezt kell valamilyen értelemben megvizsgálnunk. Az életünk ezen a módon van beállítva. Tehát megadjuk a kabbalistáknak a tanácsait, és akkor egy új struktúrát építünk ki. Tehát ez attól függ egyfelől, hogy ezek a szokások hogyan válnak valóban második természetévé, és hogy a spirituális rutin, amiről beszélünk, az a folyamatos felgyorsítás, nekünk állandóan magunkat kell meglepni, és a barátokat a cél fontosságának egyre jobb kihangsúlyozásával. Tehát így válik minden második szokássá, és minden belső fejlődés, amely a sebesség növeléshez vezet, valóban egy új szokás pont. Következő srác, tehát itt belső cselekedeteken keresztül nyelik meg a megújulás, ami bennünk változik, az a reformáló fény hatására változik. Tehát ez egy új területet teremt bennünk, megállították a workshopot, olvasnak tovább. A három test az emberben. Az embernek örökké a belső testre kell gondolni, amely a lélek ráöltözése a szentségből. Ez azt jelenti, hogy az embernek állandóan abban gondolatban kell lenni, ami túlmutat a saját bőrén, ami azt jelenti, hogy túlmutat a testén, amely kívül van az ember testén, az a saját előnyeim, és mert az ember akkor mások előnyre tud gondolni, ez az, ami túl van az ember testén, mert ami túl van az ember testén, azt nem tudják megragadni a klipák. Mert a klipák valóban csak azt lehet megragadni, ami az ember bőrén belül van, azaz, ami az ember kapnakarásához tartozik, és ami kívül van az ember testén, azt a bőrén kívül lévő állapotot nem tudják megragadni a klipák, és ez azt jelenti, hogy az embernek a testre állítósan keresztül kell mindent megragadni,
Mert az ember nem tud semmit megtartani, ami nem a külső testre öltözik rá. Tehát az embernek látnia kell, hogy mi az, ami a testén kívül van, azaz, hogy hogy lehet elnyerni mindazt, ami írva van, tehát hogy a testemen túl valóban. Tehát nekünk nem a húsban, tüstes hústesten meg kell látni az Istent, ez a szentség tulajdonképpen, amelyik túlmutat az ember testén. A lerombolni pedig azt jelenti, hogy az embernek korrigálni kell a saját testét, azaz mindent ott kell fenntartani, ami túl van az ember testén, és az ember akkor elnyeri. Azt, hogy a húsomból is láthatom az Istent, a korrigálja az ember ezt, azaz jön a szentség, ráöltözik a fizikai testre, és a test belsőségében is beöltözik, és különösen akkor, amikor az ember egyetért ezzel a munkával, azzal a munkával, ami kívülről érkezik a testen kívülről, ráöltözés nélkül, akkor az ember testen ráöltözik az, ami a testén belül is elérhetővé teszi ezt. Igazából mondja Rav, ez a változás, ez azzal az érzéssel kezdődik, az ember érzi, hogy mi van kívül a testén, az emberi testen. Ez pedig egy csodán fölülről. Hogy ezt megérzed. Amikor ez megtörténik, akkor az ember amilyen mértékben érzi ezt, akkor érzi azt is, hogy ez egy igazi csoda, de amilyen megtörténik, nem is érti az ember, hogy mi történt. És mi történhet. És ezért az összes cselekedet az valójában előre nyomja ezt a csodát, és ez azt is jelenti, hogy a szokás második természetté válik, ahogy azt beszéltük. És nekünk itt állandóan arra kell gondolnunk, hogy hogyan kell a test külső állapotait megélnem. That's where I am. És mivel azonosítom magam? Az elején ez egyszerű, mert van a csoport, és a csoportban van a teremtő, ezzel kell azonosítani magam. És hogyha én a saját fókuszomat, a saját figyelmemet önmagamról, az egyéniségemről a csoport felé fordítom, akkor egy bizonyos módon elnyerjük a reformáló fényt, és ott pontosan ezáltal megtaláljuk a belső spirituális parcufot. És a spirituális parcufon belül pedig különböző állapotok, különböző szinteket találunk. Így haladunk előre. Beyond my skin, which has been destroyed. Tehát nyilvánvalóan... Yes, quickly. Good morning, everyone. Jó reggelt mindenkinek. Tell me, please. Legyen szíves, magyarázza el nekünk, hogy a fizikai világban mindenféle szokásaink vannak. Very hard. We enter a state of addiction. És nyilvánvalóan ilyen például a különböző a drogok és az egyéb alkoholnak és az egyéb dolgoknak való rabság, ugye? Tehát hogyan lehet... Hát az a jó dolgok és a rossz dolgok közötti megkülönböztetés az megmarad. Tehát ha drogozol, meg iszol, akkor nem tudsz kilépni ezekből csak olyan egyszerűen. Tehát ugye föl kellett hajnali 3-kor, és el tudsz jönni ide hajnali 3-kor, az jó dolog. Tehát akkor ez egy jó szokás. Tehát ezt a fajta szokást tudjuk neked mi nyújtani, mert neked minden alkalommal nyilván egyre nehezebb ezt megtenni, hogy állandóan elgyere ide, amíg új szokás, míg ez a szokás nem válik második természetévé. Tehát ezek a nehézségek, amikkel szembesülsz, ezek azért arra vannak, hogy legyőzd őket, és azáltal tudsz ide belépni. A spiritualitásban nincs rossz szokás, mert itt állandóan változtatjuk a szokásokat. A fizikai világban azonban vannak olyan szokások, amiket abba kell hagyni.
Hogyha mi fizikai szokásaink támogatják a spiritualitás elérését, mondjam, akkor ezek jó szokások. Jó fizikai szokások. De miért változtatta meg bármilyen? Tehát az állatnak is megvan a rutinja, hogy ugyanaz meg enni, ugyanaz a területe. Tehát én fizikailag beállítom magam, mint egy állat, egy bizonyos szokás halmazra, ráállítom magam, de egy állat vagyok, akkor ez jó a testnek, ugye? És ebből, ha tudok rugaszkodni a teljességhez, a spirituális szokások kiépítésével, akkor ezen keresztül elértem a teremtőt. That's what it is. It's rest for eternity. Tehát, például most jött eszembe az a magyar szó, amit használtam, csak ez nem jut eszembe. A függés az nem szokás. Question from Benzi from Petatikva. Tehát Benzi Petatikvából. Oroszokon keresztül kérdezett a Benzi. Mit kell megváltoztatni a Ravval való kapcsolatunkban? Tehát eltelesztesni a Rabasok kezdetől? Én soha nem kaptam ilyen magyarázat Rabastól, mondjára. Én csak azt tudom mondani, hogy semmilyen praktikára szüksége, ajándékos szüksége, amit nekem kell hozzatok, mondjanak. Tehát nem kell... Tehát... Ez arról az attitűdről szól, amit ki kell alakítani a tanárral kapcsolatban. Mert ezen a kialakított hozzáálláson keresztül, hogy kialakítom az ember a teremtőhez való hozzáállását. Tehát ugyanolyan módon kell a tanárhoz hozzáállni, hogy majd később a teremtőt, és minden zavar, ami a tanárral kapcsolatos viszonyunkban ér el bennünket, az a teremtő küldi, hogy helyes módon tudjuk ezen keresztül elérni a teremtőt. A legnagyobb zavarok, azok bizonyos módon arra vonatkoznak az embernél, nyilvánvalóan a fizikai világban mindig spirituális zavarok fedezhetők föl, a barátokkal a kapcsolatban is. Tehát erre sok ezer példa van, de a tanára kapcsolatos zavarokkal, zavarokról nehéz bármit mondani, mert ezek mind ahhoz jelennek meg, hogy a csodát elérd, ami felülről érkezik hozzá. Tehát minden az embertől függ, tehát a tanár nem fog senkit különleges módon kezelni, mert akkor az ellenkező hatást érnénk el. Csak a példán keresztül lehet tanulni. Tehát én azt gondolom, azt szeretném, mindenki maga végig gondolná ezt a tanára való viszony. Mert ez egy jó példa arra, hogy az embernek az attitűdje milyen a teremtő felé valójában. És ki fog derülni, hogy a mi világunkban a csoport a legfontosabb eszköz az előadáshoz, a teremtő felé, és a tanár pedig egy példa a teremtőnek egy megnyilása felétek. És ez is arra segít, hogy a teremtőhez hogy kell kialakítani pontokat. Még nem értük el ezt a fajta munkát. De elfogjuk. Yes, Moscow. Moszkva. Вопрос Ерганата. Казахстан. Question from Ерганат. Ерганат Казахстанból kérdezi. How can I know that I'm working? Honnan tudhatom, hogy én helyes spirituális szokásban vagyok? Az én spirituális szokásom az az, hogy folyamatosan megragadom azokat az eszközöket, amelyek a tegnaphoz képest hozzáadnak volt a fejlődésemet. Tehát nyilván a környezet is nyom valamer engem, de minden a reformáló fényből érkezik valójában. A spirituális szokás az folyamatosan igényeket emel bennem,
aminek a, ami azt jelenti, hogy megfelelő sebessége merülnek fel a vágynak új aspektusai bennem, és ez lehetővé tesz, egy ilyen ugrást tegyek, mint a sportban, mondja rám. Minél közelebb kerülök a célvonalhoz, annál nagyobb lehetőség, még az utolsó erőfeszítés megtételi annak érdekében, hogy elérem a célt. Így kell látni önmagunkat. Hogyha az ember nem érzi, hogy ma gyorsabb alap, mint tegnap, ez úgy tekinthető, hogy akkor hátralépett. A spiritualitásban ez Einsteinhez hasonló módon jelentető ki, hogy aki megváltoztatja a sebességét, azaz egy felgyorsításban érzi magát. Az másképp fog érzékelni a valóságát. Samati cikk, 9-es állapot. Tehát az összes akadály és megakasztás az azért van, mert a Teremtő közelebb akar vinni magához bennünket ezáltal is, és minden visszatartás az közelebb is bennünket a Teremtőhöz, mivel ezek nélkül nem lenne lehetőség közelebb kerülni egyáltalán a Teremtőhöz. És ez így van, mert a természet által nincsen nagyobb segítség, mint az, hogy a Teremtő az égnél is magasabban van, és az ember a hozzával közelítés csak úgy tudja megkezdeni, hogy először érezni kell a köztünk lévő távolságot, és minden akadály, ami megjelenik, és amint túljutunk, az biztos, hogy közelebb viszi az embert a Teremtőhöz, és ez így van, mert valaki szokásává teszi azt, hogy egyre gyorsabban tudjon mozogni. Tehát ennek érdekében, aki távolságot érzékeli, az, ha fölgyorsítja a folyamatot, olyan, mintha nem haladna előre, mert olyan, mintha a célvonal egyre távolabbra mozdulna. De ez azért van így, mert igazából a köztünk és a Teremtővel való távolság csak relativizálódik, átállítódik. Tehát minél nagyobb sebességet közelítek, annál kifinomultabban látom a köztünk lévő távolságot. Tehát tulajdonképpen a mértéket. Tudták ezt mondani? A térképnek a nagyítása változik meg. Tehát nekünk állandóan dolgoznunk kell, állandóan új zavarok kell, hogy megjelenjenek, hogy a Teremtő valóban meg tudja valósítani az egész teremtést, közelebb viszi magához. Tehát állandó erőfeszítésen vagyunk, hogy túljussunk ezeken a újonnan megjelenő zavarokon, és akkor előre haladunk, de nekünk nem szabad arra gondolni, hogy hátrafelé is megyünk. Tehát nem lépünk hátra, nincs ilyen dolog a spiritualitásban. Nekünk fokozatosan új resimokat kell felemelnünk, és a kérdésünk az, hogy nekünk a hajnalt kell megvárnunk és elérnünk, hogy minden zavar ellenére elég legyen nekünk arra az erő, hogy a Teremtő által küldött nehézségek minden pillanatban még túl tudjuk lépni, és hogy képesek legyünk a zavarokon túllépni, az pedig minden pillanatban. Az pedig még több nehézség kell, egyre több nehézségen kell átlépnünk egyre gyorsuló módon. Tehát nem csak egyszerűen teljesen teszem a balt és a jobbat, hanem növelem a balt, és egyre jobban felemelem a jobbat, tehát hogy valóban minden resimó, minden törés az egyre gyorsabban táruljon fel. És ez így mutatja meg a Teremtő által. Tehát én ébresztem fel a hajnalat, nem a hajnal engem. Tehát nekem önmagamon kell dolgoznom. A bal nélkül is, és a jobb bal is természetesen. Tehát először jön a jobb, amely teljesíti azt, amit a bal már meglépett, és akkor majd újra a bal fog felébredni. Tehát az ego.
ezek a dolgok, mondja, ezek az adakozás érdekében van a felelősség jelentik először, aztán pedig a legfejlettebb állapotot a megszerzés az adakozás érdekében. De bár nem beszéltünk erről, meg kell, hogy értsük, hogy az adakozás az adakozás érdekében, ő tulajdonképpen nem kell a bal oldali felébresztést megtapintani, hanem inkább a teljes érdekel figyelnem. Tehát, hogyha én magam felébresztettem a balt valamilyen módon, akkor valóban azon dolgozom, hogy megszerzés az adakozás érdekében. Tehát én akarom az egómat azért föltárni, hogy használni tudjam a feltároló kutyát vagy kígyót, meg tudjam ragadni, és a belőle kisajtott mérget gyógyszerként használjam. Ez a megszerzés az adakozás érdekében, és akkor a halál angyala szent angyala válik az előadás érdekében. Tehát ez a munka, amiből majd a jövőben fogunk részleteket megérteni. De ez hamarosan megtörténik ám, magyarabb, mert annélkül, hogy a szokássá válna a második természet kialakulásához az, amit csinálunk, tehát hogy képesek legyünk ezt a kutyát megfelelő módon kezelni, az ego kutyáját. Ez egy nagyon természetes eszköz a korrekcióhoz. Tehát van még néhány pont, magyarabb, amely vizsgálatokat követne, de most ebben nem a követelő, de ebben nem menjünk bele. Ez fel kell tárolni a közeljövő, magyarabb következő. Na, Moszkva. Vapros. Tehát mindannyiunknak van egy fajta gyűjteménye minőségekből, amikön keresztül feltárulnak új vágyak. De mi a lényege ezeknek a szokásoknak? Ezek minőséget változtatnak bennünk? Új vágyat teremtenek bennünk? Hogy működik ez? Na. Ez a felgyorsításnak a erejét növeli, a változásnak a sebességét növeli. A spiritásban a változás az azt jelenti, hogy folyamatosan új minőséget szerzek meg. Én balról jobbra megyek, és önmagamat az Ibur Janika Mohin állapotokon viszem keresztül. És ezek a változások a minőségemben, ezek azok, amit szokásra nevezik. Miért szokás? Mert az én spiritás munkámban megjelenő, tehát mindig Ibur Janika Mohin, Ibur Janika Mohin, Ibur Janika Mohin, ezek a köröket csinálom folyamatosan, ez válik szokássá, de soha nem ugyanabban az Iburban, Janika Mohinban. Tehát kérek, követelek, választ kapok, környezetbe beilleszkedek, tehát minden, mindig, mintha ugyanazt követelni, így kiépítek egy keretmunkát. Raff szétszette a mikrofonját, ügyesen. És ebben a keretmunkában, mint minden normálisra válik, tehát az én belsőségem állandóan új szintet jelent, és állandóan új világot fedezek fel. A mi számunkra, a mi világunkban a világ nem változik, tehát én nem akarok semmilyen igazi változást. Hogyha én nem akarok változást, akkor ezt akkor mindent szokásnak tekintetek, mert minden szupi. A spiritualitásra mondja Rav, a szokás által új világot szerzek meg. Ez egy kicsit más, mint amit eddig tanultunk. Ezért a szokás úgy válik második természetté, hogy elkezdem megtapasztalni a saját spirituális munkámat, és ez második természetté válik. A második természetet így szerzem meg. A munkának a lényege más, mint a fizikai világban. Ez így működik. Tehát nyilvánvalóan a spirituális világ azt jelenti, hogy a megszerzett második természet spirituális természetté válik, és a második, és mindig megújul. Ugye ez a spirituális természetnek a lényege.
Tovább. 11-es idézet, Samáti 20, Lisma. Nem szabad meglepődni, hogy az ember valami magára vonja a végezetül a mennyei királyság tereit, azaz az adakozás érdekében akar dolgozni a teremtő irányába. Az még mindig azt fog érezni, hogy nem kap életet ebből a munkából egyáltalán, mert ez a vitalitás az kizárólag nem csak a mennyei királyság tereiből származik, hanem sokkal inkább az embernek kényszeríti magát, hogy elfogadja ezt, mert a test nem ért egyet ezzel a szolgálattal. Tehát a teremtő miért nem mutatja meg az embernek a vitalitást és az örömöt a munkában, hogy könnyebb legyen végezni, de valójában ez egy hatalmas korrekció, mert ha az ember, ha ez nem lenne, akkor a kapnakarás egyszerűen egyetértene ezzel a munkával, és ezzel soha nem érnénk el a lisma állapotát, hanem sokkal inkább mi mindig a saját előnyünkkel a testért dolgoznánk, hogy a saját vágyunkat ki tudjuk elégíteni. Hogy az emberek láthatják, hogy még a tolvaj maga is kell, kapjátok el a tolvajt, tehát, hogy a valódi tolvaj vágyik arra, hogy elkapják őt, és a büntetés is remeg az ember, mert a kapnakarás az a nagy tolvaj, amely nem tudja megízlelni a mennyei királyság terheiben végzett munkának az ízét, hiszen ez a munka ellenében van a saját vágyaival. Akkor mi az az eszköz, amin keresztül mégiscsak örömet tud okozni az ember a teremtőjének, mivel az ember lelki szándékának valóban a teremtőre kell irányulnia, ahogy az mondva van, hogy akkor megvilágítod magad az Úr fényével, így, amikor az ember a teremtőt szolgálja az úton, akkor semmilyen munkával nem kell szembesüljön, csak is kényszerítheti magát a munkára. Tehát amikor az embernek szokásra válik az adakozás munkája, akkor az ember elnyeri a teremtő fényét, és a munka önmagában megadja a vitalitásnak az érzését. Ez tekintetű úgy, hogy az öröm így éri el az embert a teremtő viszonylatában. Ez a dolognak a lényege, mondja Rav, hogy ezért kell dolgoznunk, hogy teljes mértékben adakozni tudjunk. Ez a dolognak a lényege, és ezért arra van szükségünk, hogy képesek legyünk mindent a teremtőnek tulajdonítani, és nem magunknak. Mi nem csinálunk semmit. Tehát az adakozásnak a cselekedetét nekünk kell felemelnünk, és a cselekedet eredménye által leszünk képesek elérni valamit, de nem az örömöt. Tehát melyik gép tud hajtóerő nélkül dolgozni? Egyik se. Tehát a mi világunk így van kiépülve, tehát minden ezen a dolgon keresztül kell, hogy működjön. Tehát ha kiépítünk valami fajta eszközt, akkor csak is a jutalommal tud működni. Tehát így kapunk energiát, ami mindenki számára fontos, a spiritualitásban az energia az csak a teremtő nagyszerűségéből jönne. A teremtő nagyszerűségét pedig nem tudnánk másképp elérni. Csak is, hogyha érezzük az egoista cselekedetnek a működését, és a dolognak a lényege, hogy a fénynek a természete, az hogy ér el bennünket, és ennek köszönhetően el kell érnünk egy állapotot, ahol képessé válunk a saját természetünk fölé emelkedni. Tehát valóban nem értjük még pontosan, hogy ez a valóságban hogy történt meg egyáltalában. Tehát cselekedet kell végrehajtanunk, méghozzá minden kapcsolat nélkül magunkkal, mert az önzőjének, hogy tűnjön,
És így kell megkapnunk minden örömet ebből a munkából, a cselekedet kell, és ez le vagyunk válva egyébként arról, aki valóban a cselekedet magát végrehajtja. És mégis az egészet azért csináljuk, hogy megtaláljuk azt, aki cselekszik, és ennek eredményeképpen, mondja Rav, nekünk minden rá kell győjük, minden a teremtővel kezdődik, és ott is végzik. Ez egy csoda. Amikor egy ilyen fajta lehetőség érje az embert, akkor valóban csodát értünk el. Moszkva. Раф, если можно, перейдем к следующей части. Сегодня с нами дежурит группа Йокном. Mielőtt a következő részre mennénk, velünk van Queens, Йокном, Bécs, ugye itt van a fehér ringbe. Petatikva, tehát most szeretnénk ezzel a Minszki csoportot kapcsolni. Na, a Queens-t, bocsánat, Amerikát kapcsolják. No. We are here to hear you. You can hear us. We are honored to be part of dicsőséges veszünk részt ebben a felkészülésben. We have great trepidation before the world. Itt állunk egy a világcsoport előtt, a tízes kör együtt. És az a fontos szokás, amit ma is mi folytathatunk, hogy a mi tízes körünkben egymás felé tudunk fordulni. És ez egy nagy példa annak, hogy mit kell átadnunk az egész világnak. Ugye ezek New York, csak Queens egy különleges kerülete. Tehát a barátok különleges eszközt jelentenek, mert így egymásnak meg tudjuk adni, és ezt a kölcsönös aggodalmat jót tudunk adni egymásnak. Minden egyes alkalommal növeljük az erőfeszítést, hogy összekapcsoljuk a szívünket egyé. We have a great Rav. Van egy nagyszerű tanárunk, aki megad nekünk mindent. És hatalmas barátaink vannak világcsoportban, akik állandóan egy ilyen nagy sebességgel emelnek fel bennünket minden szintre. És őszintén szólva, nem kapnánk meg a lehetőséget, hogy bármit meg tudjunk tenni. Nekünk meg kell tennünk mindent, amit csak tudunk, hogy a fontosságát lássuk a részvételnek, hogy valóban, tehát, hogy képesek legyünk a világcsoportért cselekedni, és hogy folytatni tudjuk a törekvésünket, és így most kapcsoljuk Ukrajnát, Kaprivinszkit. Lehány barátaim. Itt van ez a Kaprivinszki. Zeon? Okay. Yes, Moscow. Good morning, world, please. Jó reggelt, világcsoport! Most Ukrajnát halljuk szerintem. A teremtőtől való távolságunk óriási. És amikor megértitek ezt, hogy ez állandóan növekszik, itt van az ukránok. Szinte félelmetes. Azonban, amikor mi a barátokat nézzük az egész világban, akkor megértjük, hogy egy hatalmas maratoni futás van valójában, ez a távolság életté válik, ez a mi sorsunk, hogy a szándékainkat megváltoztassuk, és akkor valóban megkapjuk a bizalom szárnyait. De csodálatos lehetőségünk van, hogy végrehajtsuk ezt a munkát itt és most, félelemből,
From now, hogy innentől egy új világot építsünk a barátainkkal együtt. Ez kell, hogy legyen a mi dolgunk. Minden egyes ember egynek az otthonát építsük így ki. És ezért kell minden megtenni. Azonban a professional builds cities. And we will build our mi pedig a mi belső világunkat építjük a szerelemből és félelemből, amely minden léleknek az otthonává fog válni. És azok az érzelmek, amelyek a teremtő felé adakozásban nyilvánnak meg, a szokásokat második természetté emeli, és ez lesz a mi második természetünk, a szeretet. Leány barátaim. De szépet mondtad az ukrán. Mit tudok ezt hozzáadni, mondja Rav? Mindaz, amiről beszélünk, ezek az állapotok, ezek nagyon közel vannak már hozzánk. Itt vannak a csoportban, itt vannak a köztünk lévő viszonyokban, le van tisztázva minden. A teremtő a csoportban fog feltárolni, a köztünk lévő viszonyokban, méghozzá korrigált viszonyokban köztünk, nehogy ezt így, hogy ez nehéz és magasan van, minden attól függ, hogy mennyire tudunk elmélyülni a helyes kapcsolatban egymás között, egyre jobban. És ezáltal mi látjuk majd a változásunkat, ami állandóvá válik, és akkor állandóan fejleszteni fogjuk a köztünk lévő állapotot, a kapcsolatot egyre jobban. Ez lesz az új szokás, ez lesz az új természetünk, második természetünk, amelyet megszerzünk, és így fokozatosan az egy ember egy szív állapotára fogunk vágyni, nem lesz semmilyen probléma. A teremtő feltárulásával köztünk, mert ez nincs távol, ez egyre közelebb van hozzánk. Csak tegyük meg az erőfeszítéseket, és menjünk át a következő részére. Előtte azonban énekeljünk egy dalt. זה לא נס, לוויין בחלל זה לא נס, כשמטוס ממריא זה לא נס, כשמדען ממציא זה לא נס. נס זה לצאת ממצרים, נס זה חיבור בין שניים, נס זה אהבה בין כולם מחוף אל חוף בעולם. נס זה לצאת מהאגו, להתחבר כמו לגו, נס זה אהבה בין כולם מלב אל לב בעולם. שיבת פילי עולם זה לא נס, חלום שהוגשם זה לא נס, בריחה באביב זה לא נס, שקיעה מול הים זה לא נס. נס זה לצאת ממצרים, נס זה חיבור בין שניים, נס זה אהבה בין כולם מחוף אל חוף בעולם. נס זה לצאת מהאגו, נס להתחבר כמו לגו, נס זה אהבה בין כולם. זה לצאת מהאגו, נס להתחבר כמו